300 repültóra, közel 250 felszállás, csak nem 20 éles riasztás. Röviden így összegezhető a Magyar Honvédség balti fegyveres készenléti alegységének elmúlt 4 hónapja. A Baltic Air Policing, azaz a NATO baltikumi missziójának feladata, hogy garantálja a vadászgépekkel nem rendelkező balti államok, tehát Észtország, Lettország és Litvánia közös légterének biztonságát. Hazánk immár 3. alkalommal vállalta a 4 hónapos váltásokban működő légtérrendészeti feladatot. Az idén augusztusban kezdődött külszolgálatot Magyarország vezető nemzetként 5 NATO szövetségessel, Csehországgal, Lengyelországgal, Németországgal, Belgiummal és Olaszországgal közösen látta el. A balti légtér őrzését hazánk 4 JAS-39 Gripen vadászbombázóval és közel 80 katona folyamatos jelenlétével hajtotta végre. Az összesen 90 eltérő szintű gyakorló riasztás és készenlét fenntartó gyakorlás jól mutatja, hogy a magyar katonák komolyan vették a küldetésüket. A folyamatos felkészülés ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy egy azonosítatlan repülőgép észlelése esetén a vadászgéppár 15 percen belül harckész állapotban a levegőbe emelkedjen. A 4 hónapos külszolgálatot lezáró átadás-átvételi ünnepségen, amelyen Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese, Koller József dandártábornok, a légierő parancsnokság parancsnoka és Ugrik Csaba dandártábornok, a Szentgyörgyi Dezső repülőbázis parancsnoka is részt vett Guillaume Gábor stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkár kiemelte a magyar kontingens helytállását. Mint fogalmazott, katonáink nagy odaadással és elszántsággal hajtották végre a feladataikat. Elismeréssel szólt arról a fáradhatatlan munkáról, ami az elmúlt 4 hónapjukat jellemezte. Rámutatott arra is, hogy a külszolgálatuk során szerzett tudást és tapasztalatot a hazai feladatellátás során is kamatoztatni tudják majd. Kiválóan helytálltak a kollégák, ezt mindenki elismeri, mindenki elismerte, és már ki is fejeztük szándékunkat, hogy 2025-ben ismét vissza szeretnénk jönni. Mi a NATO értékes tagjai kívánunk lenni, és ahol részt tudunk venni közös NATO fellépésbe, ott mi szeretnénk részt venni, és szeretnénk nem csak az előnyeit élvezni a NATO tagságnak, hanem hozzá is járulni a NATO kollektív védelméhez. Az éles riasztások alkalmával elfogott és azonosított légijárművek igen széles skálán mozogtak. Gyakorlatilag 100%-ban orosz típusú gépekre és leginkább katonai gépekre lettünk riasztva. Volt köztük szállítógép, volt köztük vadászrepülőgép, sőt volt olyan is, mikor vadászrepülőgépek kísértek szállítórepülőgépeket. Az adrenalin szint az nem állt állunk tőlünk messze, az emelt adrenalin szint, mint vadászrepülők, de mikor az ember közelít egy felfegyverzett, akár orosz vadászrepülőgépet, akkor ez az adrenalin szint még feljebb tud emelkedni. Ami nem biztos, hogy egy rossz dolog, de mindenképp egy furcsa, meg egy szokni való dolog. A hazatérő magyar kontingens szolgálatát lengyel és francia katonák folytatják a továbbiakban.